Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kértőjeles jóslás szeptember 1-én. Az első kértés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. És ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, tervei, valami betegíti őt. Vagy elgondolkozik betegségeken, az lehet, hogy összefügg ezzel a koronavírussal. A 10-es szám arra utal, hogy ő ezt le akarja zárni, és vár egy új kezdetre. Pontosan így érzi magát, mert itt nyílik egy kapu, egy ajtó, egy új kezdet, egy új lehetőség, és itt a kezében a bot jelenti azt, hogy kezébe akarja venni a dolgokat, és a tűz eleme arra utal, hogy ez lelkesíti őt. Mit közöl veletek? Itt lesz egy megújulás, és kiderül az igazság. Lehet ez egy vallási téma, de lehet egy bírósági ügy is. A napi kártya azt mutatja, hogy ő valami édeset kíván, az lehet egy csoki, vagy egy szép, kellemes közeledés kettőtök között. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!